Misi, amikor legutóbb beszéltük, akkor még nem lehetett róla elmondani, hogy kétszeres válogatott vagy, most már igen. Mit jelent ez számodra, milyen volt a nemzeti csapatban szerepelni? Um, hát egyértelműen egy nagyon megtisztelő dolog, és tényleg hatalmas büszkeséggel tölt el engem. Hatalmas volt az öröm nem csak nekem, hanem a családomnak is. Szóval tényleg ez, ez a hét, ez mondhatom, hogy azért elég jól alakult a csapat szempontjából is, hogy a, hogy a szerbeket meg tudtuk verni, de, de ettől függetlenül én szeretném majd a közeljövőben még jobb teljesítménnyel is akár a, a nemzeti csapatban mutatni magam, hiszen most hiába álltam be kétszer, azért még szeretném azt, hogy fejlődjek, és nyilván tudom, hogy több van bennem. Milyen volt a Szerbia elleni mérkőzés, milyen instrukciókat kaptál a szakmai stábtól, mielőtt beálltál, Végül is eléggé bedobtak a mély vízbe? Ö, igen, az, az is egy meglepő húzás volt, Ö, arra azért nem számítottam, de de talán ez volt a, a jó az egészben, hogy így azért nem is stresszeltem túl, ott abban a pillanatban, amikor meghallottam, egyből beszálltam, aztán igazából tettem a dolgomat, hiszen hiszen azért a az előtte lévő napokban Fölkészített engem az egész táberre, úgy taktikailag ö, ö, töb többször is, ö, ö, többen is jöttek hozzám, ö, az edzéseken kívül is ö, kérdezni és ö, magyarázni dolgokat. Szóval azzal nem volt probléma mentálisan, pedig föl tudtam készíteni magamat, szóval a mérkőzés már csak pár szót mondott a mester, igazából biztottó jelleggel, hogy mutasson meg magam. Mennyivel másabb egy ilyen összecsapás, mint mondjuk egy nb1-es találkozó? Hát ezeknek a nemzetközi meccseknek azért nagyobb az intenzitása. Azt ö, onnan már a padról is azért láttam, hogy, ö, hogy főleg abban a szer azért olyan hálás ö, nem lesz be, beszállni. Tehát nyilván most ezt nem én mondom, aki az akkor mutatkozott be, hanem ezt úgy értem, hogy azért nehéz, nehéz mérkőzés volt belülről. Ö, nyilván játékosok technikailag, fizikálisan Szerintem ezen a szinten szerintem senkit nem, meglap, nem lep meg, hogy, hogy, jó állapotban vannak. Szóval, szóval nyilván van különbség a kettő között, de, de ott is szeretném fölvenni a, a, ritmust. Hogy látod így ezek, ut ezek után, a meccsek után a magyar válogatott kvalifikációs esélyeit egyrészt, illetve neked mit kell tenned, hogy ott legyél a következő összetartáson is? Hát ez a szerb győzelem nyilván nagyot lépett a kijutás felé válogatott, de de most a következő hónapban ugye otthon megint a szerbekkel lesz egy mérkőzés, és hát az, az már kulcsfontosságú lesz, tehát hogyha ott győzni tudnánk, akkor akkor tényleg még egyet lehetne ugrani, ez a célunk felé, szóval szóval még azért ez nincs nincs a zsebünkbe, de de valóban ez egy fontos lépés volt. Én pedig, hát innentől kezdve most már a MTK-ra koncentrálok, ebben az egy hétben nyilván teljes fókusz volt, de, de most már arra kell koncentrálnom, hogy itt teljesítsek jól, és akkor lehet esélyem újabb meghívóra. Szóval most, most az elsődleges, hogy ezt a egy kupa mérkőzést és a három bajnokit én egyénileg és csapat szinten is sikeresen vegyük. Mire számítasz a geszte elleni mérkőzéstől, illetve mennyire nehéz erre átállítani magadat a válogatott szereplés után? Hát az átlításra nem lesz probléma szerintem, ö, nyilván nem voltam még geszteljen, de de körülbelül azért ö, sejt, sejtem, vagy sejtjük, hogy mi vár ránk, hiszen játszottunk már azért vidéken, a kupály harmadik fordulójába csatlakozunk, ugye, ö, tehát azért volt már én élményem, nem csak nekem, hanem a csapatból is sok embernek. Ez ott a helyeknek valamilyen szinten nem egy hétköznapi meccs lesz, tehát nekünk meg az a feladatunk, hogy ennek is köszönhetően tényleg komolyan vegyük, és és az MTK-t képviseljük, szóval abszolút 100 kell teljesíteni mindenkinek.